Ricci la tamosta pari tot a veces te megida tu poda tutto. No, no, sto che esatto. Dutti lezzi vas. Anio. Dutti. Come fan? No, mos poco te veces te megida tu bol. Anio. Quello sesti buli os. Tutto, mia resti buli. Io che sto resti buli, ma non è che se to pari tot a megida tu poda tutto. Anio. Fagli smaga. E poi per dire dotta, non avete. Mos poco te un fel. E che ve la morti, pari. Allora, tu è finale. Poco te un fel. Te meg állagod, leülsz a telefonoddal, nem tudsz elszakadni a telefonoddal. Leülsz anya, ezzel vannak a barátaim. És én? Mert miért nem tudsz beszélgetni? Anyám vagy, mit kezdjek veled? Amúgy is állandóan ilyen vagy. És soha nem tudsz segíteni, szerintem miért vagyok én? Mert soha nem segítesz semmit. Jó, tudj. Nem érdekel. Köszönöm, de ennyit értem belőle, de miért? Ne tettem a papit. Csahova? Anya. Gyerekem van! Gyerekem! Hogy lehet valakinek ilyen anyja? Ahogy van egy állat fel! Nem lehet ilyen! Estet kívánunk! Itt vagyunk a Horror Erdőben. Egy friss gyilkosság ügyét fogjuk boncolgatni. A két profi nyomozónk segítségével jöjjenek utánam. Impulzusa, szerintem az öngyilkosság. Ez hitelben gyilkosság volt. Hidd el, keresünk egy nyomokat. Egy gyilkosság áldozata lett. Micsoda? Igen, az ön lányát meggyilkolták, egy erdőben találtuk a holttestét. Az erdőben találtuk a holttestét. Innen körülbelül 5 kilométerre. Úristen! És... Nagyon sajnáljuk. Sajnáljuk, őszinte részvétünk. És fel szeretnénk tenni azt a kérdést, hogy esetleg nem tud olyat, aki a lányával rossz viszonyban volt, és ő tette ezt a dolgot. Mostanában megromlott a viszonyuk Vandával. Vanda, kicsoda van? Ő a Vanda Hiltonnal a legjobb barátnője volt, de összevesztek egy fiú. Nem gondoltam, hogy ő megölhetné. Még reméljük, hogy nem ő tette, de azért Vandát is ki fogjuk hallgatni, és behívjuk a kapitányságra. Őszinte részvétünk, és köszönjük szépen, köszönjük, hogy ezt sajnáljuk, majd még jelentkezünk. Rendben, fáradjanak ki. Rendőrség, nyissa ki! Tessék! Egy nyomozással kapcsolatban keresik önt. Én a fáradjon vagyok a rendőrségre. Igen, egy nyomozással kapcsolatban. A rendőrségre? Én minek menjek a rendőrségre? Azt majd elmondjuk. A részleteket eláruljuk. Jöjjön! Maga most azért van itt, mert egy gyilkossággal gyanúsítjuk. És ezzel kapcsolatban szeretnénk feltenni pár kérdést. Tegyék! Hol tartózkodott 2014. május 3-án Suzy Wilson meggyilkolásának napján? Mik azok van ahhoz, hogy én hol tartózkodtam? Ön az első szám, hogy én úgy hívtott, és egy olyan a hölgy legjobb barátnője is. Na, hát is a legjobb barátnőmet meg, hanem? Kérem, legyen együttműködő a rendőrséggel. Azon az éjszakán a barátommal voltam, akit Mike-nek hívnak, és nem fog azért hazajönni, hogy maguknak megfeleljen, vagy hogy magukkal beszélgessen, mert kint dolgozik Amerikában. Ezért fel fogjuk hívni, vagy keresni, hiszen alibit kell adni arról, hogy ön hol tartózkodott azon az éjszakán. És valószínűleg DNS mindetet fogunk magától kérni. Igen. Ilyennel vádolnak, hogy a legjobb barátnőmet meggyilkoltam? Igen. Még egyelőre más gyilkosságunk nincs az ügyel kapcsolatban, ezért... De miért pont?
Azt hallottuk, hogy megromlott a viszonyuk kettejük között az elmúlt pár hónapban. Igen, lehet, hogy megromlom, de attól még nem fogom megalni. Akár bármilyen ember nem fog senkit megalni. Hát, úgy tudjuk, hogy maga minket a terület is egy pár dolog már a számláján. Például áruházi lopás, és egyetem. Jó, de egy áruházi lopás nem ér fel egy gyilkossággal. Ezt tudjuk is. Ennyi? Igen. Most előre köszönjük. Ennyit. Köszönjük. Távozom, kérem. Majd még keressük ön. Itt vagyok a Klétfényből. Most pedig két profi nyomozóval fogunk riportot készíteni a Suzy Wilson ügyel kapcsolatban, hogy mi volt az ok, és ugye ki a valódi gyanúsítottunk. Jó estét! Jó estét kívánok! Sajnos rossz hírekkel szolgálhatok, hiszen nem árulhatok még el egyéb részleteket az ügyel kapcsolatban, hiszen bizonyítékok még nincsenek, és a gyanúsítottak képét sem tettük fel. Még a Kékfénynek sem? Nem, sajnos. Nem gyanúsítottunk. Köszönjük szépen! Sajnálom nézőim, remélem többet megtudunk, jelentkezünk. Viszlát! Nézőimnek kiderült az ügyvégén a Wilson ügye. Nyomozókat fogjuk megkérdezni róla. Jó estét! Jó estét! Megtaláltuk a gyilkos tárgyat, és már biztosan tudjuk, hogy Wanda Hilton követte el a gyilkosságot. A hölgy legjobb barátnője. Igen. Hát ez egy elég durva ügy. A DNS teszt alapján tudtuk ezt meg, és az alibijeit senki nem tudta igazolni, Mike sem. Ki az a Mike? A barátja. Állítólagos barátja volt. Köszönjük szépen, hogy itt közleműködtek. Hát ennyi volt a Kékfény mára, remélem legközelebb is fenntartanak. Viszlát! Itt van, de úrszatom, mondjanak valamit! Mondjon valamit, mondjon valamit! Nem mondok, hagyjon már békén! Mondjon valamit! Nem, húzzon innen! Hagyjon! Mondjon valamit, nem kérem! Mondok, hagyjon békén! Kérem szépen, meg szeretném tudni! Hagyjon már! Hát ennyi volt már a Kékfény, sajnáljuk, hagyjaim, és nem közel, elközelebb is tartanak velünk! Egy friss gyilkossággal fogunk interjút készíteni a két rendőrrel. Itt... Ki jönne, kérem? Hát akkor megvan. Nem! No! Találni a gyanúsított! Zumolj rá! Még. Azt a rohadtam. Tessék meg! A Kékfényből vagyok. A Kékfényből kiderült a gyilkosság oka. Most pedig a nyomozókat fogjuk megkérdezni az ügy kapcsán. Jó estét kívánok! Megtaláltuk a tárgyat, és már biztosan tudjuk, hogy ki a valamit még mondanak erről? Nem szeretnénk többet nyilatkozni, majd még jelentkezik. Köszönjük szépen! Kedves nézőim! Kiderült Suzy Wilson gyilkosságának bűn, ugye, remélem élvezték velem az ügy kiderítésének. Nem már, hogy a végére belerögtetek! Most kezdhetjük az egészet újból! De úgy is szar volt, Viki, mert megtaláltuk a tánc! Rendőrség, kérem, nyissa ki!